Boldog új évet még egyszer mindenkinek, mert hogy mi tavasz kezdetével kezdtük az évet mindig, és nagyon érdekes volt, mert a Bercitől megkérdezték, hogy hány évszak, még általános kisiskolás korában, hogy hány évszak van, és akkor mondta, hogy 5. És a tanítónéni, hát az én. De tanítónéni 5, és akkor a tanítónéni meg volt győződve, hogy ő jól tudja, és akkor mondta, hogy ilyen januárban az év elején tél van, aztán jön a tavasz, nyár, ősz, és az év végén tél van megint. Ájjáj. Nagyon ciki. Tehát nem az volt a kérdés, hogy hányféle évszak van. Nem hányféle évszak van, hanem az, hogy hány évszak van, és igazából egy évben így 5 évszak van. És ez pedig abból ered, hogy minden, szóval hogy mondjam nektek, a simliskedés az mindig kiderül. Mert ezer hibát követnek el a simliskedők, hibát hibára halmoznak, így is mondhatjuk. Ugye, mert hogy, ugye a hónapok neve az elárulja, hogy valami nem stimmel, mert hogy szeptember, október, november, december, olaszul az 5, a 7, a szette, otto, nove, dieci, tehát a 7, 8, 9, 10, szette, otto, nove, dieci, szeptember, ottobre, november, dicembre, olaszul. Tehát ott még jobban hallatszik, de a magyar változatban is hallatszik, hogy a szeptember az a 7. hónap, és nem a 9., mint amit mi mondunk erről. Tehát akkor azt jelenti, hogy még a január-február az hozzátartozik az előző évhez, és márciusban kell a változásnak bekövetkezni. Na most a hónapoknak és a napoknak az állandó folyamatos csillagászati elcsúszása miatt már nagyon nagy eltérés van a csillagászati évhez képest, és ez a csillagászati év is nagyon érdekes és izgalmas, mert nem mindegy, hogy a milyen szinódikus vagy sziderikus évet nézed. Tehát, hogy mikor térek vissza ugyanabba a pozícióba, és mindig arrább és arrább lesz, mert egy év sem, ez szerint egy év sem 365 nap, ugye, hanem időnként 366 nap. Ugye, akkor van a szökő év. Akkor szokott lenni az olimpia abban az évben, és ezért a február, érdekes már megint a február, az a szökő hónap. Tehát oda illesztették bele a dolgot. Hát azért mondom, jó van, hogy ennek a hónaphoz még köze van meg az egészhez? Hát csak azért mondom, hogy érdekes ez, mert hogy még ráadásul másban is van, mert az egész világ használja a hunoknak ezt az időszámítását a mai napig is. Tehát annyira, hogy használja, hogy az asztrológia erről szól, tessék észrevenni, hogy ott majd most volt a változás, és igazából mindig a kosszal kezdődik. Ugye március 21-ével kezdődik el az év. Tehát az asztrológiában még a mai napig is így van, azt nem változtatták meg, azért mondtam, hogy hazudni csak pontosan szépen, hogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Tehát átalakították nekünk a naptárunkat, de úgy, hát gyenge hamisítvány, mert hogy kiderül, mindig valami disznóság kiderül. Így van ez, hogyha valaki nem készült a dolgokra igazán, akkor valamit átállít, áthantázik, de közben másik 22 helyen még ott árulkodik, hogy ő valami nem becsületes dolgot csinál. Tehát így van. És ez a fontos az egészben, hogy a csillagászattal érdemes foglalkozni. Nagyon szidja a mai asztronómia az asztrológiát, ugye, az a csillag leírás. Mert az asztronómia az a csillagászat, amit ma csillagászatnak neveznek, de eredetileg két főága volt neki, és az asztrológia is beletartozott a csillagászatba. Tehát még Galilei idejében vastagon beletartozott, 300 évvel ezelőtt még oda beletartozott a csillagászatba. Mert itt most nagyon agonizálnak a csillagászok az asztrológia miatt, de úgy azért, mit tudom én, azért, aki igazán csillagászhoz tudja, hogy azok a nagy efemérida könyvek, az egy ilyen vastag telefonkönyv, amiben benne vannak a bolygóállások, meg a holdállás, meg a napállás, meg minden, dátumra, perce, órára, minden nagyon pontosan meghatározva. Ott az efemérida könyvben lehet látni, hogy annak igazi csillagászati alapja van, nem valami kamu.
Tehát azok tudták a csillagászatot, csak használták. Csak az asztrológia persze így nem mondja meg a jövődet, ahogy azt képzelik, mert nagyon szeretnék így, mert már tudom is, egy pillanat alatt, 5 perc alatt megtanultam, és ütöm, vágom, és már jósolok, már mondom, hát 1000 ilyen van. A gyerekek, az a baj van, mert hogy ez csak egy óramutató. Tehát egy nagyon sok mutatós óramutató, amiben a bolygók is egy-egy mutatót jelentenek, és ez fontos, mert ezt nem igazán veszik tudomásul, mert például az asztrológusok, tehát ezek a jósok, ezek gyakran az égen nem tudja megmutatni, hogy melyik bolygó hol van. Tehát nagyon sokszor kifigyeltem, hogy nem tudja, egyszerűen nem tudja. Tehát gyenge, mint a lágyőszi harmat, így is lehet mondani. Tessék? Már csak számítógépes programban ugye beírja az adatot, és akkor azt kírja neki, megfejti neki, de hát igazából már semmi köze nincsen, se csillagászathoz, de még az asztrológiához sem. Ezek ilyen nagy tudósok lettek, mert minden most élnek is belőle, sokan élnek meg belőle, de ezek az ilyen vásári, bazári asztrológiák, amit újságban lehet olvasni, azok gyengék, mint a lágyőszjarn. Ugye, mert nem vonatkozik egyes személyekre. Mert azért, ha csak a bakoknak megnézed az ebbe a hónapban, vagy mit tudom, mi jár a baknak ma, meg holnap, hát az ebből nem fog kiderülni, mert ahány annyiféle életet élnek. Tehát ez sem így nem igaz, ahogy megpróbálják ezt megoldani. De aztán akik tényleg nagyon értenek hozzá, azok megmondják. Én már találkoztam olyannal, aki tényleg értett hozzá, és az meg is mondta. Az tényleg megmondta, de a többiek azok sehol sem voltak. Ez az Univerzitás CD-n rajta van ez a csillagképes dolog, ezt egy hölgy csinálta, az Anita, azért Anita csillagképei a címe. Akkor még itt fiatal lány volt, amikor ezt csinálta, de utána persze férhez ment, és már 2 gyermekéről tudok, úgyhogy nagyon aranyosak, és férhez ment, de ő nagyon precízen, rendesen megcsinálta, és arra is kértem, hogy úgy kösse össze lehetőleg, hogy az oroszlán csillagkép lehetőleg úgy nézzen ki, mint egy oroszlán, mert a csillagászok ezt teljesen amatőr módon csinálják, de olyan véghetetlenül gyengén csinálják, hogy szörnyű. 2-3 vonalat odahúz, tehát ilyen se eleje, se eleje. Tényleg, szóval nem hasonlít semmire. Annyira gyengén oldják ezt meg, és ráadásul szabvány sincs rá, tehát ahányan csillagtérképet rajzoltak, az mind más és más. Tehát nincs 2 egyforma benne, úgyhogy ez nem jó így. Nem jó így. Na most így kötötte össze, ajánlom a csillagászoknak is az összekötést, mert ezek igen gyakran tényleg azt a lényt ábrázolják. A medve az kicsit medvére hasonlít, az oroszlán kicsit oroszlánra, stb. Mert hogy ez a lényeg, és ha lejjebb mész ebbe a labba, akkor ott lesz egy csillagkép, méghozzá valószínűleg az északi sarkcsillag, ami most a fizikai valóságában ott lakik, ahol mutogatok, de nekünk nem arra van éjszak, hanem 11 fokkal arra, az körülbelül itt van a sarkcsillag, és magasságilag körülbelül ilyen magasan, most ide behúzom a kezem, hát nem fér be a képbe, de hogy körülbelül ilyen magasan 47 fok magasságában lehet látni. Hát ezt már egy gyenge 45 fokos vonalzóval is megtalálod, ha az alját viszintesbe teszed, akkor már eleve kizárja, hogy melyik csillag lehet. És észak felé egy eléggé magányos csillag, mert az Ursa Minornak az Ursa Minornak az alfája, az fényes, de a többi csillagai azok halványak kicsit. Azok már például városból nem is látszanak. Tehát most talán majd meglátjuk, hogy most lent leszünk nyáron Nagyvisnyón, levisszük a csillagászati távcsövetet, majd nézegetünk, mikroszkópot is viszünk le, avval is lehet nézegetni majd, tehát aki még életében nem nézett ilyenekbe, jön el, aztán belenézhet. Persze napközben hiába néz bele, legfeljebb a zuhanyozó lányokat lehet benne megnézni napközben, messziről persze, de más nem lehet. És itt az Ursa Minor, az a Polaris, az a csillag ott jobbra, a kis göncölnek a rudja csillaga. Sajnos éppen a nyomkodómat nem hoztam el, az se, nem. Pedig van 2 is, nem hoztam el. Na, tehát a Polaris nevezető, az UMI felirat fölött van az a Polaris
csillag, az sarkcsillag, az a másik neve, a magyar, rendes magyar neve, és ott, ahol a belső mutatja, így van. És egy szekér, ez egy kis szekér, aminek az északi sarkcsillaga a legfényesebb csillaga. Ez a szám, van neki egy rúdja, meg négy kereke, szóval így próbálják ezt, de van, aki medvéhez hasonlítja, van, aki merőkanálhoz, tehát többféle elnevezése van ennek, nem mindenki úgy hívja, de a latin neve az általánosan elterjedt, az az Ursa minor, kismedve, azt jelenti. És még látszik egy csillagkép itt, a Draco, vagyis hogy a sárkány csillagkép, és hát ez is eléggé halvány csillagból áll, az Eltenin nevezető csillag, az eléggé fényes, azt még lehet látni a városból is, de a többit már nem is lehet látni. A csillagképeket görög ABC szerint betűzik meg, aztán már csak számozzák, szóval, tehát ez is egy ilyen nevetséges, olyan, az óránk, ami össze-vissza mindenféle számrendszer tartalmaz, mert van benne 24-es, 12-es, 60-as, még egy 60-as, aztán két, legalább 2-3-10-es számrendszerben, ugye már a tized másodperc, a század, az ezred, azokat azért még hátra használjuk. Na, hát ezek 10-es számrendszerben vannak, aztán össze-vissza van megnevezve. Ilyen. Ami nagyon tudományos, az azért ilyen, tudod, hogy ez olyan baromira tudományos, hogy hajhaj, csak éppen többféle számrendszert használ egymás után. Úgyhogy ezt aztán tényleg szegény gyerekeknek nehéz megtanulni, ha már csak azért is, mert nem mondják el neki, hogy mi a számrendszer lényege. Nem, azt nem mondják el, lehet, hogy a tanítónéni sem tudja, de nem tudja, mi a számrendszer lényege, mert a kettes számrendszerben a legnagyobb szám az egyes, ugye? A 60-as számrendszerben pedig az 59-es, mindig egyel kevesebb, az könnyű megtanulni. Tehát akkor a 110-es számrendszerben mi a legnagyobb szám? A 109, ha volna ilyen, lehet ilyen számrendszert is csinálni. És például a 60-as számrendszert a sumírok használták, nagyon is. A 60-as számrendszert már használták, onnan vehettük mi át. Mert nekünk azokhoz persze semmi közünk nincsen, mert mi nem, nekünk rokonságunkban se jöhet, szóba se jöhetünk mi a sumírokkal össze lennénk valahogy, de hogy legalább a csillagászati dolgot mondja, a napot éppességgel úgy nevezték a sumírok, hogy nap. Köszönöm. Ennyi. Na aztán keressél még legalább egy nyelvet, amivel úgy hívják, hogy nap. Úgy még egyet minimum keressél, mert azért az jó lenne. Mert a bizonygatsz, akkor már talán valamit bizonyítsál, ne bizonygassál. Mert hogy az összes nép másképp hívja a napot. Sonne, sonce, mit tudom én, sun, stb. De nem napnak hívja. Bizony nem. Tessék, parancsolj. Indián nyelvekben? Igen? Indián nyelvekben nem találtam. Csináltam néhány indián szótárat, de még nem találtam. Tehát mondjuk csináltam 15-20 indián szótárat eddig, de ezekben még kerestem, de nem találtam. Nagyon szeretném. Nagyon sok rokonszavunkat találtam meg például Maoriba, azok nagyon rendes rácok. Maori, tudod, ilyen nyelvjutogatva Dardával Rohangának. Hát persze egyáltalán nem, az már csak egy olyan népi, olyan, mint nálunk a népi tánc, amit már fizikailag már alig csak ilyen táncházakban művelnek. Sajnos, hát jó lenne, ha művelnénk, de sajnos nem művelik már a fiatalok. Igaz, hogy úgyse tudnak táncolni, mindegy neki. A legtöbb nem tud táncolni. Van, akik tudnak, én nem mondom, hogy senki nincs, de a nagy többség már régen se tudott. Tehát én már úgy erősen a déd nagypapa korban vagyok, hát gyerekek akkor is, abban az időben is, ha én láttam táncolni, akkor megálltak, azt nézték. De komolyan. Még az Illéséknél is volt olyan, hogy lent becsukták a kaput, hogy benne jöjjenek a rendőrök, mert olyan örjöngés volt, amilyet még sehol nem láttak soha. És olyan örjöngés volt. Ott rock'n'rolloztam egy csajjal, vagy egy negyed órán keresztül. Az Illésék lejöttek a színpad széli, a színpadról, és a színpad ugye, körbevettek így, vagy 600-an, és ott a kör szélére, ott feküdt, ott örjöngött a gitárral. Szóval nagyon jók voltak a bulik, a dobot nem hozták le, a Lajos nem tudta lehozni a dobfelszerelést, de egyébként tényleg jó volt. Na most ott rock'n'rolloztunk, és hát jó volt. Rock'n'roll versenyen eddig még második helyezésnél rosszabbat nem értem. Úgyhogy ha úgy elkezdtem rock'n'rollozni fiatalabb koromban, szerettem táncolni, és mindegy mit, mindenféléket tudtam én táncolni, és jó is volt. Népi táncot is szerettem táncolni.
bár nem voltam benne olyan jó. Menjünk a következő ilyen csillagtérképre, az a kettes, a következő lapon lesz. Az, szeretném, hogy egy kicsit a csillagképeket átnézzük. Én már csak azért is, mert még sok érdekes dolog van. Itt alattam, mielőtt átmész, vannak ilyen... nézzük meg, hogy vannak-e alatta valami galaxisok, itt nem látok, de azért talán van. Ez alatta, csillagkép alatta a weblapon, akkor a következőn lesznek majd, tessék parancsol. Kérdezhetnék addig, mi kérdezhetnék? Persze, hogy kérdezhetsz. Azt szeretném megkérdezni, a múltkori előadáson az volt, hogy a 3D-ből a 4D-be a Scorpio csillagjegyet a korsa hozták. Igen. Most meg ugye, hogy a korsa kezdődik a kép. Ez nem függ össze valahogy, vagy ha nem, miért nem? Dehogy nem. Ahogy ne függjen össze. Hát ugyanúgy, mint hogy az év. Bár a bak után jön, ugye, mert most december az bak volt, aztán... Bak, nem, a nyilas van utána a bak, és aztán jön a nyilas. Igen, na és? Utána jön a kors. Tehát így összefügg a rendszer természetesen. Ez csak azt jelenti, hogy a lélekfejlődésnek az útján, aki eléri a Skorpiót, azt léphet ki a rendszerből. Tehát az a 12. osztály, így is lehetne mondani. És akkor végigjártod a 12 osztályt, akkor elhagyhatod a rendszert. Fölfelé, jó irányba, nem úgy rossz irányba, jó irányba hagyhatod a rendszert. És ez jó dolog, hogy így elhagyhatjuk a rendszert, mert tovább lehet tanulni. Van, aki képtelen a tovább tanulásra, az természetesen szart fog lapátolni a földön. Bocsánat. Hát annak nem jut más, mert nem akar tovább tanulni, kész. De jó érzít magát, nincs azzal se semmi baj. Jól érzít magát, és akkor ismétlés hátán van. Tessék, parancsolj. Csak sorban lehet a... Nem. Össze-vissza is haladhat. Nagyon függ attól az élettől, amit leírt valaki a következőben, a miért kell neki élni. És hogyha az jobban passzol hozzá, akkor választhat. Vagy pedig nagyon jó életet élt, és választhat, hogy egy valamilyen jó jegyekbe szülessen le. Már minden jegyben egyformán van a jó és a rossz. Tehát nincs az, hogy a bakjegy az rossz, meg az jó, ez butaság. Minden jegy egyformán jó és rossz, mindegyiknek vannak negatív és pozitív dolgai, és ez, tehát hogy pozitívva éled meg, vagy negatívva, az te tőled függ. Mert hogy a lehetőségeket megkapod, hát aztán nem tudod megtartani, meg nem tudod megcsinálni, hát az már te dolgod. Tehát megkapod rá a lehetőséget, amit szoktam mondani, a vonat megáll melletted, kinyitja az ajtót, és akkor föl lehet szállni. Ha ott sokáig szarakodsz, hezitálsz, nem lépsz föl, akkor becsukja az ajtót, azt szia haver, és elmegy. És akkor utána sír az, hogy elmehettem volna a vonattal, hát a hülye vagy, ha nem mentél le, miért nem mentél le. Tehát ez, az élet is ugyanilyen. Hát, rengeteg lehetőséget ad az élet, és ott van előtted a lehetőség, de te mindenféle butaságot kitalálsz, és nem csinálod, amit kellene. Nem csinálod. Egyszer lusta vagy, gyáva vagy, kisítő vagy, miért? Nem csinálod. Magyarországon mindenki munkahelyet keres. Nem munkát, munkahelyet. Nem vagy te buta rabszolga. Nem vagy te buta rabszolga. Miért munkát kell keresni? Munkahelyet kell, vagy munkahelyet keresem. Miért munkahelyet keresem? Miért nem munkát keresem? Tudod, hogyha valamit elkezdesz csinálni, abból meg lehet élni, aztán jó van. És mi az, hogy mert nekem nincs szakmám, meg nincs ez, meg nincs az, nem kell ahhoz szakma. Mire a kosárfonáshoz mekkora nagy szaktudás kell, ha nem tanulod meg két hét alatt, hülye vagy. Érted? Nem? És ha már csak egyfajta kosarat tudsz fogni, és mindig csak azt csinálod, abból is meg lehet élni. Jó, kemény munka, nem jelenti azt, hogy ez ingyen adják. Szalmak alap, fonják, akkor szalmak alapot. Mit tudom én, csinálják szalmak alapot. Ugye szalmából, ami ingyen van, nem igaz, hogy nem tudsz egy ilyen szekére való szénát vagy szalmát szerezni magadnak. Ez nem igaz. Ezek, tudod, mikor nem tudsz szerezni? Ha nem akarsz. Ha nem akarsz, akkor nem tudsz. Egyébként meg így persze, mennyi kellene egy szalmakalaphoz? Kéne egy ilyen talicskára való. Nehogy már egy talicskára való szalmát ne tudjál szerezni, mert elsírom magam rögtön. Úgy fogok sajnálni, hogy rögtön itt elsírom magam. Érted? Na, egy másból is lehet fonni ráadásul. Tudod, emlékezzetek rá, hogy a demizsonokat hogy befonták, emlékeztek rá? Mert nem volt mivel befonni, befonta ilyen PVC csikkal, mit tudom mivel, befonta, jó lett. És a nem nyugodtak. És nem azért fonta be, mert nem volt jobb dolga. Dehogyis.
Örömmel csinálta, nem sírásra volt az egész élete beállítva. Sok idióta öngyilkos lesz, a bolondja, a hülyeje. Megy a pokol felekére, oda megy, a bolond ez. Azt hiszi, hogy megoldja a problémáját, de hogy oldja meg, akkor kezdődik. Oho, gyerekek, azt hiszed, hogy megúszom, de hogy úszom, azt nem lehet megúszni. Ha fölköti magát, azt hiszi, hogy már meg is oldódott az élet, mert elsötétedett, azt vége mindennek. De hülye materialista. Igen, csak amikor kilép belőle a lelk, akkor látja, hogy itt valami gáz van. Ugye, mert én meg tovább látok a francból, de most én ott a testem meghaltam, itt temetnek engem, raknak a koporsóba, arra hat életbe, és ásnak el. És akkor ott van a temetésén. Azt ott nézegeti, hogy hogy ássák el. A materialisták azok totál károsak. Érted? Akkor jön rá, hogy nagyon barom volt. Addig nem. Akkor rájön, hogy... És itt semmiféle vallásosnak nem kell hozzá lenni. Bocsánat, ez a lélek működéséből elő. Tehát nem kell ez ilyen hívőnek, olyan hívőnek lenni, nem. Akkor rájön arra, hogy van tovább élet. És ebben még a nagyon katolikusok is hisznek, mert hisznek a feltámadásba, drágáim. Aki hisz a feltámadásba, az hisz a lélekvándorlásba is. Az már csak részletkérdés, hogy melyik, milyen testben, meg hogy. Most képzeld el, hogyha már elhamvasztottak, vagy tudom én, lócitrom lett belőled, vagy tudom én, kaktusz, mert már a növények felszívták az anyagodat a temetőből, akkor most az hogy támad föl? Ugye? Ezek ilyen eléggé zavaros elképzelések a vallások részéről. Majd az Isten csodát tesz. Mondom, persze, tesz. De igen, hát tesz is. Tényleg tesz, csak nem úgy, ahogy te hiszed. De csoda lesz az is, csak másképp. Hát itt a második ilyen térképünk. A második térképnél nagyon fontos, hogy észrevedd, hogy ennek ez a része, kénytelen vagyok felállni, ez a része, ez most is látható este a végén, az a része már nem, meg ez sem. Tehát csak ez a része látszik, ezt úgy hívjuk, hogy göncölszekér, azt a részt. És azt mindenki megtalálhatja, az ott arra felé van az égen, így esténként most, úgy észak-kelet felé valahol, és ez körbejár a sarcsillag körül ez a csillagkép. Én most itt láttam, talán hajnalban néztem, hogy este már nem is tudom, de itt láttam ezen az oldalon, tehát itt a észak-keleti irányban láttam, de nyáron másik oldalon szokott lenni, észak-nyugat irányban is. Tehát mert még az év folyamán is egy bukfencezik egy teljesen. Tehát ő átkerül a túloldalra, ezért vannak nyári meg téli csillagképek. Nem ugyanazokat a csillagképeket látod, ugye mert a föld tengely ferde, és ahogy kering a nap körül, nem így kering, hogy így átfordul, hanem ugyanúgy tartja a tengelyét mindig, és ezért hol az alsó részen van, mondjuk Dél-Amerikában van nyár, hol nálunk. Amikor nálunk nyár van, ott tél van. Dél-Amerikában akkor van tél, amikor nálunk nyár. Ugye ott jön a nyári Mikulás. Persze, mert ott nálunk nyár van, amikor jön a Mikulás. És akkor ilyen Mikulás virággal ünneplik meg, mint amivel, mert hát ott a nyúl is érdekesen jön, ez az őszi nyúl. Ez is érdekes, mert nálunk legalább abban együtt jön a nyúl, ugye, hogy jön a tavasz, csiripennek a békák, emeletes békák, minden, és akkor utána ettől kezdve ugye tavasz van, mindenki látja, tudja, hogy itt a tavasz, érzi. Hát mondjuk ez már télen nem annyira lesz igaz a túlsó oldalon. De visszatérve ide, itt már azért vannak érdekességek, mert itt már vannak különféle érdekes galaxisok is a rendszer közelében. Ott az Alkor mellett is van, meg az Alkor és az Alkoid fölött is van egy galaxis. És még egy csomó, hogy lesz ezen a képen lejjebb, hogyha majd lejjebb megyünk, akkor lesz rajta még néhány ilyen szép galaxis, itt vannak ezek. Ezek ott ennek a csillagképnek a környezetében a nagy medve csillagképnek is hívják, vagy latinul Ursa Major, mert a Major a nagy. És az Ursa Major közelében, annak a csillagképnek a közelében vannak, és gyönyörű szép galaxisok vannak, az M81 meg az M82. Talán még van rajta még más is, ugye? Igen. Mert ott van az M101-es, meg az M94-es galaxisok is. Amit aztán
ott csak egy ilyen ködös képet találtam hozzá, mert hogy van, amelyik már alig látszik ezekkel a távcsövekkel, csak jobb távcsövekkel lehet ezeket már látni, és a városból most már szinte semmit. Tehát már ezek a távcsövek nem elegendőek a városban. Azért mondogatom, hogy milyen jó lesz, majd készülök arra, hogy nyáron elmegyünk, mert ott azért csillagos szokott lenni az ég, a bükkbe leszünk. Eger fölött 25 kilométerre, Nagyvisnyón, ott lesz a tábor, július 14-től 20-ig. Jó lesz, az jó lesz. És akkor jó idő is lesz, akkor szép szokott lenni, derült az idő. Látjuk a csillagokat, holdat, Szaturnusz biztos látjuk, holdat biztos látjuk, aztán majd meg többit meg meglátjuk. Meg mit látunk, valamilyen galaxist is keresek ez nektek. 94 új kép. Ez a 94-ről egy új kép, hát ez gyönyörű szép, igen. Ez a 94-es, ez látszik, ezek galaxisok, de nézd csak meg, az a sok apró pont, amiből áll az egész, azt tudod micsoda? Az mind csillag. Olyan sok csillag, és ezek olyan baromira messze vannak egymástól, mint nálunk itt. Hát itt a legközelebbi csillag 4 fényévre van. 4-25. A legközelebbi. Most azért a fényév az őrült sok idő, a fény is 4 évig megy. Hát az őrült sok idő, másodperc alatt megy 300 ezer kilométert. Vagyis, hogy 7,5-szer körbe rohanja a Földet. 7,5-szer körül futja a Földet. Ez egy másodperc alatt. Na, akkor ahhoz képest ez a fényév, ez elképesztően nagy távolság, a Plutó 6 fény órára van, az már nagyon külső bolygó, már nem számít bolygónak, ledegradálták a Plutót, 4-5 hold kering egymás körül, majd meglátjuk, hogy hány lesz a végére, de 4 már biztos, és ezek keringenek. 2 kicsi, meg egy nagyobb hold kering a Plutó körül, de maga a Plutó is egy hold, az valószínűleg a Phaetonnak lesz a holdja. A Phaeton az egy bolygó volt valamikor a Mars és a Jupiter között, ma már csak törmelék formájában létezik, mert neki csapódott egy hold, méghozzá egy nagyon őrült bolygónak a holdja, ami kb. 3600 évenként visszatér a naprendszerbe ez a bolygó, a belső naprendszerbe. És hát az aztán rendet vágott, mert az egyik holdját neki találta vágni a Phaetonnak, annak a bolygónak, és ez átrendezte egy kicsit ott a dolgokat, úgyhogy ilyen kőtörmelékre szétcsapodott az egész, és most ott kering, de milyen érdekes, le lehet szépen rajzolni, hogy ott kell lenni bolygónak. Tehát a bolygók nem valahol keringenek, mert olyan kedvük van, hanem van egy ilyen parabola, és amentén keringenek. Igen ám, de egy ilyen Fibonacci számlengést csinálnak, valami borzasztó érdekes, tehát a Fibonacci ott bújik a bolygók naptól való távolságába. Tudnilik, van egy ilyen parabola, de attól pozitívba, negatívba eltérnek a bolygók, tehát még ha a parabolát kiegyenesíted, akkor egy ilyen csillapodó rezgést lehet felrajzolni a bolygók pályája vagy távolságából. Ez azt jelenti, hogy még ott is szabályosság van, tehát egyáltalán nem vaktába keringenek valahogy a bolygók, hanem nagyon-nagyon precízen keringenek, a Plutót kivéve, meg a Merkurt. De ez mind a kettő eltévedt hold. A Merkur is az egy ilyen hold, nagyjából holdméretű bolygó, az a legbelső bolygó a naptól a legelső. Nagyon meleg van, ilyen 4-500 fok meleg van rajta, tehát ott nagyon nem lehet andalogni, sétálgatni, légköre nincs, mert a holdat is ideértve, hogy ekkora méretű valaminek, mint a hold, nem könnyen lehet légköre, mert nem bírja megtartani, mert a szökési sebesség nagyobb, tehát elszöknek a gázmolekulák, nem bírja ott tartani a közelébe. A Földnek már van akkora tömegvonzása, pont a Vasnikkel magja miatt, ugye 5,5 körül van a fajsúlya, az átlagos fajsúlya a Földnek, az jó nagy, és az ott tudja tartani a nitrogént, az oxigént, ami a légkörnek a két fő eleme, azt ott tudja tartani, és ezért van nekünk itt légkör, amit belélegezhetünk. Tehát mi erre vagyunk beállva, meg a rozsdára. Valaki aranyosan írta nekem, hogy milyen, most rájöttem, hogy én rozsdából állok. Hogy lehet, hogy sose jöttem már rá, hogy a hidrogén rozsdája az a víz. Pedig az.
Ugye hidrogénoxid az a víz. Hát az oxidok azok, bocsánat, azok a rozsdák. Ugye milyen érdekes, de nem gondolkoznak el ilyeneken az emberek, úgyhogy ti nagy rozsdabogják vagytok. Ugye, mert hogy 70 akárhány százalékotok víz, azt jelenti, hogy csupa rozsdásak vagytok. De ó, milyen érdekes, mert mi imádjuk egymást, meg szépnek látjuk egymást, meg minden. Rozsda szerelmes lesz a rozsdában. Denevér az a denevérbe szerelmes, a rozsda meg a rozsdában. Nem így van? Dehogy nem. Na hát itt van ez a gyönyörű csillag, és nézd meg, ugye, azok a gyönyörű fényes csillagok, ezek bizonyára sokkal közelebb vannak, mint az a galaxis, ami ott hátul van. És ebben is milliárdnyi csillagkering, és milliárdnyi csillag körül néhány milliárdnyi bolygó keringhet, mert nem igaz, hogy nincsenek a más csillagok körül bolygók, csak kimondottan a napon, mert ilyeneket próbálnak erőltetni. Tényleg, ezt te komolyan gondolod? Ne viccelj. Aztán most már, hát egy ilyen 15-20 éve elindult egy ilyen folyamat, meg elkezdték a exobolygókat nagyon nyomni, most már tudják, hogy vannak exobolygók, most már annyi van, több, már 1000-nél is több van, már mostan kiderült, hogy hát igen, más csillagoknak is vannak bolygói, hát most még csak a nagyobbakat látjuk látványosan, de már a földméretűeket is azért látjuk, és a földméretűt, vagy a földnél kétszer legfeljebb nagyobbat is jó sokat felfedeztek már, abból is van egy kazallal, úgyhogy ez nagyon jó. Tessék, parancsolj! A elektromágneses hullámok is gravitációs hullámok, ugye? Az elektromágneses hullámok is gravitációs hullámok, mondja, kérdezi tőlem a Csubi. Hát kérek szépen, annak egy speciális megjelenési formája az elektromágneses hullámok, igen. Hogyan lehet akkor mégis csak leállítani az elektromágneses hullámokat? Talán azért, mert hiányzik a másik fele. Tehát, hogy elektromos és mágneses. Mert hol elektromos hullám, hol mágneses hullám. És ezek a hullámok persze léteznek, hát a rádiózást azért már használjuk elég régen, és működnek ezek a hullámok, de a fény ezt soha nem bizonyították be, bár nagyon mondogatják. Összekeversz két rádióhullámot, két különböző frekvenciájú rádióhullám, közeli frekvenciájú rádióhullámot, mondjuk 500 valamennyi kilohertzel eltérő, vagy tudom én mennyivel, nem is tudom mennyi a KF frekvencia, olyan régen nem foglalkozom vele, hogy már nem tudom. 10,7 meg az URH-nál, de máshol nem tudom. Tehát az a lényeg, hogy a középfrekvenciás középfrekvenciában működő szupervevők, azok úgy működnek, hogy összekevernek a vetjelet, amit vesznek az antennáról, azt összekeverik egy helyi oszcillátor által összeállított vagy előállított jellel, és ez úgy van meghatározva, hogy úgy van együtthangolva, hogy a különbség mindig egyforma legyen. És a különbség mindig egyforma, a különbségi frekvenciájára csinálnak nagyon jó erősítőt, mert nem tudtak olyan erősítőt csinálni, ami a teljes sávot jól áthangolhatta volna. Nem tudtak ilyet csinálni, nem volt ilyen széles sávú erősítő. És akkor, de ilyen nagyon jó erősítőt tudtak csinálni egy frekvenciára. Ilyen tekercsekkel ki lehetett hangolni. Vannak a rádióban ilyen kis tekercsecskék, ilyen kis csavaratjuk vannak a tetején, biztos láttatok már ilyet, és azok a ilyen kis bádok dobozokban is vannak, a tévékben, a régi tévékben is jól lehet látni ezeket a kis alumínium dobozkákat is, kis csavaratjuk vannak rajta. És ezek a kis bádok dobozkák tartalmazzák azokat a középfrekvenciás részeket, amelyek igazából csak felerősítik a jelet egy bizonyos értékre, aztán a KF frekvenciát eldobják, mert akkor már a vetjel olyan erős lesz, hogy azt már jól fel tudták erősíteni, és mindegy, hogy a vetsáv aljában vagy a tetejében van, mert együtt hangolják a KF frekvenciát, együtt hangolják a vet frekvenciát. És a kettő különbség azonos. Na azt akartam ebben elmondani, hogy ha összekeverünk két ilyen rádiófrekvenciás jelet, akkor az összegük és a különbségük is kijön a keverőből. Tehát összekeverek egy 100 megást meg egy 101 megást, ugye, akkor lesz belőle 201 megás is, meg egy megás is, igen, de mind a kettő lesz. A kettőt összekeverni, üttetett erősítő. De most miután ezt a két frekvenciát kiemelem, vagy az egyikre csinálok ilyen vagy keskeny sávú erősítőt, vagy a másikra, az a lényeg, hogy együtt hangoljam
a vetjellel a középfrekvenciás jelet. Ez egy kicsit bonyolult, lányok, elnézést kérek, de a lényeg az, hogy összekeverünk két ilyen rezgést, akkor az összeg és a különbség, ezt akartam, ez a lényeg a mondani valója veleje. Hogy az összeg és a különbség is létrejön. Te összekevered egy pirosat meg egy zöldet, akkor mi jön ki belőle? A kettő között jön ki egy sárga. Bizony, ha fényt keverek össze. Egy piros szint meg egy zöld szint összekeverek, akkor a kettő között egy sárga szint fog kijönni. Így működik a színes tévébe, amiben sárga szint nincs, csak piros van, zöld van, meg kék, és ebből a három színből kikeveri az összes színt. Tehát fehért is, a fehéret is. Nagyon szép fehér ingbe fogott ülni valaki. Én emlékszem, amikor legelső színes tévéképet láttam, az az Üllőjúton volt, a Keravilba, éppen az olimpia volt akkor, amikor én az első ilyen Color Star színes tévé ki volt rakva, piszok drága volt, 30 ezer forint, 28 forint. Nagyon drága volt, de akkor a fizetés volt mennyi? 3000, szóval ilyen csillagászati áron volt egy ilyen tévé, akkor még egy színes tévé. És ott láttam, és azon voltam elájulva, hogy a rohadt életben milyen szép fehér a ruhájuk. Mert a fekete-fehér tévén azon nem volt fehér, hanem csak szürke, meg még sürkébb, meg fekete. Tehát szürke-szürkébb, legszürkébb. De nem volt rajta olyan fehér, amikor megláttam, borzalmasan tetszett, hogy na, én ilyen tévét akarok, így aztán elhatároztam, hogy ilyet akarok, lett is. Hát nekem volt az egész környéken mindig minden először, fekete-fehér tévém is nekem volt először, az egész környék azt nézte, az első egy rossz oszcilloszkóp volt, amit átalakítottam, és különben egy dobozba jött hozzá a hang, aztán megvettem egy 200-200 forintért, megvettem egy Oroszországban szolgált ilyen rakétás katonatisztől, megvettem egy ilyen roncsot, már nem volt jó, egy ilyen orosz tévét, ami már roncs volt. És adott hozzá még egy ilyen szatyor alkatrészt is. És akkor én hazamentem, hazavittem, a taxi majdnem ugyanannyiba került, mint amennyi hazavittem, de valami Erzsébetről hoztam, vagy honnan ezt a roncsot, és utána addig nem nyugodtam, még meg nem javítottam. Hát három napig nem nyugodtam, úgyhogy már anyám azt hitte, hogy ott fogok agonizálni a végén, de megcsináltam, és akkor jött a hétfői tévéműsor, milyen, mit tudom, milyen napi tévéműsor, aztán akkor még csak egy nap volt adás, amikor ez volt, még nem volt, csak ilyen kísérleti adás, akkor már láttam a műsort az első pillanattól kezdve, hú, hát az anyámot fölalá rohangált, mert ő el nem tudta képzelni, hogy ennek bármilyen esélye lenne, hogy én meg ilyet megjavítsam. Mert ugye mindenki magából indul ki, és úgy gondolta, hogy hát ha ő nem tudja megjavítani, pedig ő nagyon okos, hát akkor én aztán biztos nem. Hát megjavítottam, megcsináltam, és utána még elműködött, vagy 8 évig az a vacak. Ekkora nagy doboz volt, ekkora képernyővel, mint a Junosz. Ekkora 31-es képcső volt benne, de amikor szétszedted, akkor hátul egy ilyen nagy cső, vagy radarcső volt benne. Nem ilyen tévéképcső volt még benne, hanem radarcső. És kerekcső volt, teljesen kerek, ilyen nagy kerekcső, és le volt maszkolva, vagy ilyen téglalap alakú luk volt rá kitakarva, és akkor az úgy működött. De még kutyát is tekercseltem hozzá, az meg aztán nem semmi feladat, csak úgy mondanám, hogy nagy fesz trafót megcsinálni. Mondjuk voltam akkor ilyen tínidzser, de még ilyen talán mennyi lehettem? Talán ilyen 17 éves körülbelül lehettem, amikor ezt csináltam. Az esélye nem volt, senki nem adott esélyt, nulla esélyt adtak, hogy ezt megcsináltam, működött, és mindenki azt nézte utána. A szomszédok jöttek a kis Sámival, és ott nézték nálam a tévét. Mert akkor az még csodaszámban ment, az nem úgy volt, hogy mindenkinek három tévéje van, hát nem volt egyáltalán semmilyen tévéje senkinek, még az csodaszámban ment. Tehát visszatérve, nagyon szép ez a csillagászati dolog, és nagyon, nagyon kell vele foglalkozni azzal, hogy az élet az bizonyára sokkal elterjedt ebben a hatalmas univerzumban, mert ilyen galaxisból, amit itt láttál, ilyenből is milliárd szám vannak. Tehát amikor ilyen mélyűr felvételeket csináltak, tehát ilyen deep space, ilyen mélyűr felvételeket csináltak, úgy csinálták, hogy ráirányították az égnek egy részére a nagy űrtávcsövet, és csak azt az egyrészt vette. És amikor azt az egyrészt vette, ameddig a szem ellátott, ugye napokig exponáltak. És akkor a nagyon halvány objektumok is megjelentek rajta, és kérem szépen, a üresnek tartott égrészt, ott nem, nincsenek galaxisok, hát ott nincs semmi, hát az lenne mély űr, ilyen. Igen?
Kicsit ráexponáltak, aztán ezer szám ott voltak a felvételen a galaxisok. Ott, ahol azt gondolták, hogy na ott aztán már semmi nincs. Hát de van. Na, visszatérve a következő csillagképre, van egy nyári csillagkép, ez szintén ilyen északi sarcsillag körül keringő, pont a nagymedvével szemben van az égen, ez a Cassiopeia, ilyen dupla V alakú csillagkép. Nyáron itt van este, a sarcsillaghoz képest mondjuk itt a sarcsillag, akkor itt van a Cassiopeia, és ott van a bal oldalt a nyári este, ilyen 11 órakor, 10-11 órakor, és bal oldalt ott van a nagymedve csillagkép, a göncösszekér. Ezt mindenki ismerte, a göncösszekeret, még a nagymamák is ismerték, meg a dédnagymamák különösen, és még a vidéki asszonyságok, mindenki ismerte, hogy az a göncösszekér. Azt mindenki tudta. Persze, mert nekünk ahhoz közünk van, tudnélik a nagy galaktikus birodalmakat mi ismertük, meg jöttünk is onnan, ugye? És miután ezeket mi ismertük, ezért visszavágyottunk, vagy hogy mondjam neked, megbecsültük az égnek azt a darabját. Arról jöttek az ős nagyapáink, meg az ősapáink valahonnan, és akkor hát már nekünk ez egy elérhetetlen távol valami volt, mert ilyen űrhajónk már nekünk évezrede nincsen. Tehát több évezrede nincs már ilyen űrhajó, de voltak ilyen űrhajók a Földön azóta is, meg lesznek ezután is, meg most is vannak. Tehát vannak ilyen űrhajók, amivel el lehet menni a galaxis túloldalára is. Elmehetsz még az univerzumon kívülre is. Tehát olyan űrhajók is léteznek, bizony. Tehát hogy azt gondolod, hogy hát azt nem lehet, mert akkor fénysebességgel utaznál, és mindig ez a marasság jön elő. Ezek a járművek, ezek már nem a térben mozognak, és nem is összehajtogatott térrel mozognak, mint amit képzelnek. Mert azt mondják, hogy idehajtják a térnek egy távoli részét, és akkor az lesz egy féregjük, itt akkor könnyű átmenni. Persze mondom, ne szórakozzatok már hülyességgel már, mert hogy ilyen féregjukakba eszelnek, hogy ilyen csövek vannak, amik így átvezetnek a távoli pontokra, és akkor az nincs is távol. Tehát ilyen eléggé zavaros elképzelések vannak. A csillagászok nagyon váltig mondogatják ezt, egy szó nem igaz belőle, ne higgyétek el. A teret nem lehet idehajtogatni, szóval kell hozzá egy ilyen térkampó. Először is elmész oda a büdös francba egy galaxis túloldalára, mondjuk odaérsz 65 ezer év alatt, az egy semmiség. Aztán fogod magad egy térkampot, ott beakasztasz, idehúzod a Földhöz a galaxis túloldalát, jönnek a csillagok is, meg minden, nem számít. Hát nem számít. Idehúzod, és akkor attól kezdve már itt lesz a közelben. Mint hogy ketté hajtasz egy papírt, így próbál kell magyarázni. Nem igaz egy szó sem belőle. Hát nem lehet ketté hajtani. Nem áll. De ennek ellenére el lehet jutni a galaxis túloldalára, csak úgy nem, ahogy elképzelik. Tehát ez ilyen rakétákkal, meg lehibernálással, meg mit tudom, hát ezek nem jó elképzelések. Nem jó. Nem így kell megoldani. Nem. Mást is ki lehet találni, ennél sokkal okosabbat is ki lehet találni, de ahhoz a tértechnológiát kell ismerni. Itt ezen a Cassiopeiaján kívül belóg még az Andromeda, a gyík, a Lacerta, meg a hattyú csillagkép, az egy látványosan fényes csillag ott a sarokban egészen lent, az a Deneb nevezetű csillag. És itt a Cepheus, annak nincs is másik neve, és a Cepheus csillagkép még fontos. A sárkánynak egy része belóg ide szintén, ami azt mutatja, hogy valahol arrafele van még az égen hozzá képest, ami csoda. A sárkánnyal kezdtük az előbb, mi van arrafele? Hát ha bennem megvan, benned is meg kell lenni. Hát az északi sarcsillag, ugye hát is. És a nagymedvétől hogy lehet megtalálni a sarcsillagot, ki tudja? A két hátsó kerekét összekötöd a göncösszekérnek, és úgy ötször fölméred egymás után, és ott lesz a sarcsillag. Úgy vaktában így ötször akkorát veszel, és ott lesz egy fényesebb csillag, az az északi sarcsillag, és látszólag akörül forog az egész ég. És hogyha csinálsz róla egy időfelvételt, akkor mi lesz rajta? Tehát kinyitod a képnek bére a zárját, és hagyod ott nyitva, akkor mi lesz rajta? Koncentrikus ívdarabok lesznek, ugye? Mert tehát egész 24 órára nem tudod kinyitni, mert az akkor már világos van. De ha kinyitod, akkor természetesen koncentrikus. És mi van, hogyha mondjuk az északi sarkcsillag, az északi sarkon, pont az északi sarkon így leteszel fölfele nézve egy fényképezőgépet, és nyitva hagyod 24 órát, akkor, amikor ott fél évig van sötét.
akkor mi lesz rajta? Akkor az abszolút koncentrikus karikák lesznek rajta, így van. Meg a műholdak, azok hogy fognak rajta kinézni? Ilyen csíkok lesznek rajta keresztbe, a bolygók elmozdulnak, a kisbolygók elmozdulnak, tehát azok már ilyen tehát üstökösök elmozdulnak a képen, az összes műhold elmozdul, kivéve a kik nem mozdulnak el. Műholdas mégsem mozdul el, pedig mozog. Na? Hát azért is nem látja, mert az lent, így van lent az északi sarkhoz képest, így vannak azok a műholdak, mert az egyenlítővel vannak egy vonalban, és ezek a műsorszóró műholdak. Így néz ki, tessék. Berzics, keresett nektek egy képet. Így néz ki. Tehát amikor egy darabig kinyitod a gépet zárját, akkor ilyen íveket rajzolnak a csillagok, tehát az nem azt jelenti, hogy a bolygók, vagy a csillagok körpályán mozognak. Nem, forog a Föld. Forog a Föld, azért lesz karika, mert az nagyjából ezek a csillagok nagyjából egy irányba vannak, csak nagyon lassan mozognak el. Mozognak, de nagyon lassan. Ezért nevezték őket álló csillagoknak, amiből megint egy szó nem igaz, mert ezek sem állnak. Hiszen a galaxis is forog, az egész nagy galaxis is forog. Hát jól döngetünk vele, 220 km per szekundummal döngetünk a galaxis közepe körül, így körbe-körbe. A 220 egy másodperc alatt, 220 km, az már hányadik kozmikus sebesség. Fú, az már nagyon jó. És így megy a nap körbe-körbe a galaxissal együtt, a többi csillaggal együtt szépen megy körbe. Ilyen gyönyörű képet lehet kapni. Itt valami probléma van, hol készült ez a felvétel? Ki tudná megmondani? Na! Nem az északi sarkon, hanem hol készülheted? Van-e valakinek valami meglátása? Valami hiányzik a képről, és ez mutatja, hogy mi a baj. A kép jó, nagyon jó. Na ki jön rá? Hát rétek a fejeteket. Kellene lenni rajta az északi sarkcsillagnak, de az nincs rajta. Tudnék, ez a déli ég volt, nem az északi. Honnan tudom? Egy fényes karikának kellene lenni a közepén, mert az északi sarkcsillag sincs pontosan a tenger irányába már, mert a Föld tengelye egy lassú, retrográd ilyen imbolygást végez, 25.600 vagy 920 év alatt körbefordul egyszer ez a imbolygás. Tehát ez nagyon sokáig tart, ez nem gyorsan, de már amióta ez a nagyon elterjedt népszerű csillagászat van, az mondjuk a 1800-as évek végénél valamikor kezdődött, 1910 körül már voltak ilyen a csillagász körök, meg egyebek, meg ilyen csillagvizsgálók, ahová bemehettek már nem csak a csillagászok, hanem már voltak ilyen népszerű tudományos csillagászati körök is, és már foglalkoztak ezzel. Na akkor még pont az északi sarkcsillagra mutatott a Földtengely. Miért? Hát, hogyha 25.920 év alatt megy egy, akkor mennyi alatt megy egy év alatt, igen. Hát ez a lényeg, hogy 100 év alatt mennyit ment. Hát másfél fokot ment arra. Mert én a gravitációs távcsővemmel mértem, és másfél fokot mértem. Látom a sarkcsillagot a gravitációs távcsővel. Azért is érdekes, mert leadtak a Erdélyben ilyen aranylemezeket, földönkívüliek, akik nincsenek úgy egyébként, de ezek ott hagytak ilyen dobozt, és ők nekem azt mondták az erdélyiek, én beszéltem azzal, aki ezt fogta a kezébe, hogy ez egy nikkel doboz volt, mert hogy úgy nézett ki teljesen, mint a nikkel doboz, de nem nikkel volt, a földönkívülieket megkérdeztem, azt mondták, hogy ez egy vas doboz volt, csak olyan fajta vasból, ami már olyan jó ötvözet, kicsit hasonlít a mi rozsdamentesünkre. Tehát, hogy olyan fényes volt, mint a nikkel lenne, és ebben voltak ilyen kis táblácskák, a kis táblácskák az Erdarv nevezetű könyvtárban található például, és az Erdarv a Universitason. A lényeg, hogy ezeket a táblácskákat látták, és ezt meg is fejtették, ezeket a táblácskákat, ez egy csillagász beütésű ember volt, és
Meg is fejtették ezeket. Először egy Spanyolországba adtak le egy darab aranylemezt, az közzétette valamilyen ilyen képes újság, akkor az került a kezébe ennek a csillagásznak, és akkor utána abban benne volt, hogy ezt a jelet kell letenni, és akkor majd mi jövünk. És akkor csináltak egy ilyen mezőn egy ilyen nagy jelet, és lerakták. Ezt itt Budapesten is lerakták a Budaörsi repülőtéren. Nekem még valahol megvan az a műhold felvételem, ami látszik. Tehát, nagy volt, ilyen 15 méteres, mit tudom, nagy volt, és egy ilyen zsí alakú jel volt. Ilyenek ezek az aranylemezek. Ezek már kamuk, ezeket már én csináltam, tehát nem így nézett ez ki igazából, mert csak a rajzolatok maradtak fönt, az aranylemezeket elkobozták. De egy darabig próbálták menteni, lefényképezték, arról sajnos nincsen képem, de lerajzolták, és az megmaradt. A rajzolataim megmaradtak, és ezekben a rajzolatokban a földön kívülinek adtak üzenetet, vagy 90, mit tudom, mennyi darab volt ebben ilyen aranylemezben. Egy őrült nagy érdekessége volt ennek az aranylemeznek. Őrült nagy érdekessége, mindennél érdekesebb. Hogy magyarul írtak rajta. Az aranylemezeken magyar szöveg van, de nem földi betűkkel. Ez ettől érdekes nagyon. És nem is rovásírással, de nem a mi rovásírás, nem az ékely magyar hun rovásírással, hanem egy másmilyen rovásírással, és ennek a rovás, majd mindjárt látjátok, hogy milyen, és ezzel a rovásírással üzenetek vannak ráírva, és nem kell hozzá semmilyen szótár, ha tudod a betűket, akkor el tudod olvasni. Fantasztikus. Mert magyarul van, egy szót nem értettünk belőle ezekből a szövegekből, egy szót, nem értettük, az pedig az, hogy vicces, vieces. Vicces, mi az a vicces? Hát a vicces az az ember. Na de úgy egyébként nem értettünk, minden megértettünk róla. Tehát nem kellett hozzá semmilyen gondolkodni, semmilyen szólni. Itt van a szöveg. Ott lehet látni a szöveget, ilyen üzenetet hagytak. Na most azért nagyon érdekes, mert mondjuk a legalsó sorban az a két gombócos melltartó, tudod mire gondolok, ott van az a két karika áthúzva egy vonallal, az megvan a rovásírásunkban, és csak az két pont. De ugyanaz a jellege van, két ponttal választjuk el a szavakat. Egy kettős ponttal választjuk el. A rovásírásban van egy kettős pont, amivel a szavakat elválasztjuk. És milyen érdekes, ez van benne, hogy te napod viccesének üzenjük, két nap viccesei mi vagyunk. Egyben van írva mi vagyunk, mert mit tudom én, tehát nem a helyesírási szótár szerint írták, de magyarul van írva. Földön kívüliek. Ha magyarul akarták volna nekünk üzenni, akkor magyar betűkkel is tudták volna írni, tehát, vagyis hogy latin betűkkel, de nem azzal írták. Mert most mi latin betűket használunk, de nem latin betűvel írták, hanem ezzel a furcsa helyi rovásírással, parancsolj. Balról jobbra kell olvasni. Itt van ez a te napod, ez a nap. És itt van megint a napszó, és csak itt. Nagyon szépen lehet látni, és a T-E-N-A-T-O-D, tehát már meg van fejtve, tehát ezt már tudjuk, hogy ez milyen betű, és ezeket a betűket majd benne lesz a szövegbe bevágva, és akkor majd a Imike bevágja, és akkor utána már megnézheti az is, aki nézi. Itt van az ABC, a megfejtett ABC. Megszereztünk, hát ilyeneket én harcosan megszereztem mindent. Személyesen is ismertem ezt az úriembert, aki találkozott a földön kívüliekkel, személyesen is ott volt a találkozónál. Pontosabban csak egy földön kívüli szállt ki az űrhajóból, de előrohantak a ott hasonló ilyen szekuritátésok, előrohantak, és nagy lövöldözés lett a végére, és akkor hiszti volt, és akkor a mindenkit lebénítottak, ilyen csipkerozsika következett, és akkor mindenki így megállt. De még a stukkerba a golyó is megállt, úgy megállt minden. Tényleg, mint a csipkerozsika. És akkor utána visszaszálltak és elmentek. És utána szétverték a száját ezeknek a szerencsétleneknek,
hogy amerikai ejtőernyősökkel, mit tudom össze, tehát az ejtőernyő nem szokott fölfele menni, hülye gyerek. Mert ez így függelegesen felszáll. Mert hogy ilyen kupola alakú volt az űrhajó, és az idiótája ejtőernyőnek képzelte, az agyament, hülye idiótája, és agyon verték a száját ezeknek a szerencsétleneknek, hogy az amerikai az imperialista ejtőernyősökkel ezek szövetségre léptek, és akkor hazárulók is szétverték a szájukat. Hát ennyire hülye a hülye. Nem lehet vele mit mondani. Aztán elkobozták tőlük egy ideig, leléptek ezzel a dobozzal, amit kaptak a földönkívüliektől, de aztán utolérték őket, és elvették tőlük. De addigra már kinyitották ezt a dobozt, és kivették belőle az aranylemezeket, és lerajzolták, lefényképezték a filmeket, és azt is kiverték belőlük, de megmaradtak a feljegyzések, a kézírás feljegyzések megmaradtak, így megmaradt az ABC, meg a szöveg, meg minden. Én rátettem ilyen aranylemez kinézésű lapra, de hát ez csak egy ilyen kamp. De az a lényeg, hogy földön kívüliek tanítanak minket tértechnológiára. Nagyon érdekes. És elmondanak dolgokat. Hát egy üzenet, próbálnak nekünk valamilyen tudást átadni, de a hülyék azok hülyék. Tehát az a szekuritát és idióták, érted, nagy handabandát rendeztek, ahelyett, hogy a tudást szerezték volna meg, de az őket nem érdekelte. Őket csak a hülye demagógiáik érdekelte, semmi más. Meg az arany, hogy elveszik, és nem is aranyból volt ez, na mindegy. Csak aranyszínű. Hát, de hát igazi földön kívüli volt. Tehát ugyanaz, nehogy azt hitt, hogy csak a szekuritát ilyen hülye. Én találkoztam ezzel Magyarországon, mondjuk ott volt a eklatás példának a Debreceni Egyetem, ahol megvizsgálták az itt felejtett földön kívüli szerszámot, aztán szétfűrészették a tulajdonosa darabokba, hogy majd ők megvizsgálják, fűrészelés szét. És volt végre egy működőképes műszer, amit itt felejtettek a földön kívüliek, mit csináltattak vele? Szétfűrészeltették. Ez olyan, mintha ezt a karorát úgy vizsgálnám meg, hogy ketté vágom vasfűrészel. Hát idióta, nem tudom más mondani, de tömény idióta. Mindenhol, nem csak itt, mindenhol a hülyék azok tömegesen vannak. És egynek nem jutott eszébe, hogy ez mekkora kincs. Miért azt hiszed, hogyha ha mondjuk ezt kiállították volna Debrecenben, nem lehetett volna még 12 szállodát építeni Debrecenben, azt gondolod? Hát nem jöttek volna mindenki a földön kívüli ízét megnézni. Hát dehogy nem. Hát jöttek volna, őrült pénzekért ide jöttek volna, őrült pénzeket elköltöttek volna. Hát nem idióta ez mind, dehogy nem. A kis pályája, a rögeszméje, a fanatizmusa az nagy, mert ilyen hülye materialista, érted? És a földön kívüliek nincsenek. És hiába volt ott, hogy de hát gyerekek, megröngenezték ipari röngennek. Gyerekek, olyan fém van benne, amiből egy hártya vékony réteg is átlátszatlan az ipari röngennek. Hát képzeld el. Az ipari röngen az ilyen 100 milliméter vastag réteget nem látta át. Nem tudott átmenni rajta, ólom védőkesztyő már lazán átment, láttam a kezében már a csontokat a palinak, meg mindent, ott forgatta alatta. Jó, megröngenezte a bolondja a kezét, de nem jött rá, hogy micsoda hatalmas dolog van a kezébe, hiszen olyan uránon túli elemből van benne egy csomó, amiről nekünk álmunk sincs még. Tudnék, ha nem viszi át a röngen, milyen anyag ez? Milyen sűrűségű anyag az, ha nem viszi át az ipari röngen? Ez a kérdés. És nem vitt át. Megvan valahol nekem a film, majd a mimikével talán megtaláljuk, mert keresem, és ha megtaláljuk, átírjuk, és akkor megmutatom nektek ezt, amit most mesélek. Mert megvan film. Tehát ez megvan nekem film, meg tudom mutatni. Fantasztikus. Tehát ilyen lehetőségek nyílnak az emberek számára, csak a hülyék azok mindig hatalomra kerülnek, és aztán azok győznek. Na most ez az ABC is érdekes. Na ez már kicsit jobb, ugye? Ez már az északi égből, honnan tudjuk? Ott van a sarcsillag, így van. Van neki középen a sarcsillag, így van. És ez már tényleg az északi ég, a mi égboltunk, amit mi látunk. Hát ezt így nem lehet megismerni, de nagyon szép felvétel. Most visszatérünk, az Androméda, abban nagyon érdekesek vannak, mert ott van az egyik nagyon fontos és nagy galaxis az Andromédában. Ez az M31-es lesz, és az M110-es is ott van mellette. És M31-32 egészen egymás mellett vannak, és van egy közelükben még egy M110 is. És ezek az Androméd az a legközelebb lévő hatalmas nagy galaxis, sokkal nagyobb, mint a miénk. Egy hatalmas nagy galaxis közel, az a közel, hát
Gyalog kicsit messze lenne, mert olyan másfél millió, két millió fény év, nem tudom pontosan. Hát azért az millió év, ha fénysebességgel mész, két millió évig kell gyalogolni fénysebességgel. Itt van, gyönyörű szép. Ez az M31-es és az a kicsi, az M110. Még az a kicsi is látszik, ami ott alul van, az is az M110, az is látszik a gravitációs távcsövemben, pedig az 35 millió fényévre van. Tehát a fény is 35 millió éve jön onnan, mire ideér. Az nagyon sok idő. Hát hol volt még az egész civilizáció? Még sehol sem volt. Igaz, hogy még ugyanez igaz az Andromedára is, mert a 2 millió éve a mai forgatókönyvek szerint még sehol nem volt a civilizáció. Ilyen egy szál pöcsbe rohangáltunk az őserdőbe. Vagy csöcsbe, hát a lányok. Ugye. Tehát még tudatlanok és buták voltunk. Ez persze nem igaz, mert rengeteg leletet találnak, ami arra utal, hogy itt már volt élet. Lehet, hogy nem pont a mi őseink éltek itt, az is meg lehet ám. Mert teljesen kipusztult egy ilyen katasztrófába, aztán megint beköltözött valaki. Aztán megint kipusztult, megint beköltözött valaki. Mert ilyen többször is volt. Ez most már a hatodik naprendszer, ami a keletkezése óta van, és a hatodik naprendszer az azt jelenti, hogy hát már jó átrendezték egy párszor. És még az első naprendszerre is találtam mitoszt a görögöknél. Ettől nagyon érdekes a történet. Amikor azt mondja, hogy tehát ilyeneket mond, hogy szétosztották a földet maguk között az istenek. Ezt kapta, ezt a darabot, azt kapta, azt a darabot. Aha. Tehát az azt jelenti, hogy valószínűleg volt a naprendszerben egy hatalmas nagy bolygó, amiben benne volt az összes mostani bolygó, amit ismerünk, aztán valami miatt ezt szétdarabolták, vagy szétdarabolódott, most azt én így nem tudom megmondani, de az a lényeg, hogy szétosztották maguk között. Ez az a gravitációs távcső felvétel, ott, amin látszik, az a nagy fehér bal oldalt fönt, az a nagy fehér pacni, az a hosszúkás pacni, az az M31-es galaxis, zaja, és a benne lévő csillagoknak a zaja, gravitációs zaja, és tőle jobbra van egy kis keskenyebb fehér csikocska, az meg az M110. Ott lenn a sarokban meg a szűz csillagképnek, a jobb alsó sarokban lenn, ott a szűz csillagképnek a fekete lyukai vannak, egy csomó fekete lyuk van ott. Mert ott van egy csomó galaxis. Tehát abban az irányban egy kupaszban van egy csomó galaxis. De egy nagy halmaz. Van. Ott lehet látni, az a sok fehér pötty, azok mind galaxisok. És ilyen lila, a lila az csak a távcsövemnek a zengése. Ott már nem működik rendesen. Tudnék, pozitív visszacsatolásban volt csak olyan érzékeny, hogy ezeket a távoli gravitációs zajokat érzékelje, de érzékelte. Tehát ma odáig eljutottunk az érzékelésbe, hogy képét tudjuk alakítani. Hát ez hihetetlen nagy dolog. Csak annyira hihetetlen, hogy ezt se hiszik. Tehát komolyan, tehát írtam ilyen nagy gravitációs távcsöveknek, ilyen menedzserének, nem tudom, és küldtem neki a lapot, hogy nézzék meg, hogy mi van. Nulla válasz. El sem hiszi, azt hiszi, hát hülyéskedik, ez valami hülye amatőrök hülyéskedik. Az közben működik. Csak ő, tehát ő úgy képzeli el, hogy csak ő arra alkalmas, hogy ezt megcsinálja. És őrült pénzeket, milliárdokat költenek rá, nem sikerülnek, nem igazán van rá eredmény, de nem számít az se, de ez akkor sem lehetséges. Tehát olyan, mint hogyha most azt mondanám, hogy nekem jobb űrhajón van az amerikaiaknak, ami nem igaz, de ez olyan, annyira hihetetlen az ő számára, nem hiszi el. Egyszerűen nem hiszi el. Hát itt van, visszatérve, és a következő a szekeres csillagkép, és azért lesz ez érdekes, ami ott jobbra tőle van, a fönt a zsiráf, az csak egy ilyen fény, kis halvány csillagokból álló csillagkép ott föl az a zsiráf, az nem egy komoly dolog. A kapella az már egy nagyon fényes csillag, az Aurigából a szekeres, vagy másnél magyar szekeres csillagképben. A Perseus jön jobbra tőle, az a Perseus, az egy ember alakú, ha megnézed, egy ilyen ember alakú csillagkép. És az azért érdekes, mert ott külön pirossal egy nyíllal odaírtam, hogy Algol. Az azért érdekes, mert az emberiséget már evakuálták oda, és megint oda fogják evakuálni. Az egész emberiséget. És ez 20 éven belül. Tehát, hogy tudják volna? Hogy oda. De főképpen csak a lelkeket. Egy részét
meg elhordják a Földön kívüliek ilyen lakatlan bolygókra, ami lakható, tehát élhető bolygó, de nincs rajta lakos, és akkor azokat oda elviszik Ádám Évának. Azt lerakják így, hopp, és kész. És erre nagyon érdekesek vannak, ilyen parasíkon felderítések mutatják, hogy sokfelé hordtak el már. Tehát nagyon sok ember tűnik el, túl sok. És megmagyarázhatatlan módon tűnnek el, de úgy, hogy nyomtalanul, semmit nem találnak, semmi nyom. Persze, mert megy az autójával, trálala, egyszer csak fölé száll egy ilyen ufó, így felszívja, és viszi is. Autostól, tokkal, vonóval, családostól, akik benne ülnek, mindenki. Ha nem alkalmasak, akkor leteszik őket, na fussát tovább, kész. Mert ennyi. Tehát, hogyha látják, hogy nem alkalmas arra, hogy tovább vigyék, nagyon buta, ezért csökött agya van, akkor adják, alkoholista, ilyen hülye gyerek, leteszik azt, mennyi fussát tovább. Mert hát ugye olyanokat kivinni el tovább tenyésztésre. Hát hát igazából nem tenyészteni akarlak, hanem csak benépesíteni vele a lakatlan bolygókat, hogy élet legyen ott is. És lehetőleg értelmeseket próbálnak elvinni, hogy az értelem is hamar ott erőre kapjon azon a bolygón. Mert ez is nagyon fontos. Na itt van a csillagászati programban, itt van az égen, a Perzeus csillagkép, ott a nyílott van, ahova mutat, az az algol, az az algol csillag, aminek az egyik bolygójára viszik át az emberiségnek a lelkeit. És vissza is hozzák, és a Noé is oda ment el a szállítmányával, és jött vissza. Tehát a Noé semmilyen óceánon egy ócska fajó, valami 300 méter hosszú volt, meg egy tudom is oda, azért gondolj bele az óceánon, hullámzó óceánon egy ilyen ócska tákolt fajó. Még a mai nagyon jó gyalogdeszkából, meg mindenből csinálják, a legjobb minőségű anyagból, hát akkor is kockázatos egy 300 méter hosszú hajó, ugye hajlító szilárdságra. Nem lesz túl jó inerciá nyomaték egy ekkora nagy bazi nagy hajónak, úgyhogy az ott hamar ketté törik, aztán forgás lesz belőle az állatokból, meg haleledel. Úgyhogy nem nagyon jó. És ez a, ide a Perzeus bétájára, a Cassiopeia mellett találod meg balra ott. A Cassiopeiát azt nyáron, itt északkeleten lehet látni este, a Cassiopeiát, és akkor a mellette balra ott van a Perzeus és az algon. Az algon az látszik, még a városból is, halványan, de látszik. Tehát az látszik innen a városból. Néztem még nem régen, és lehet látni az algot. A többi csillagot azt nem nagyon, de az algot azt lehetett látni. És a rámutat nagyjából a Cassiopeiának a laposabbik V betű része úgy nagyjából, mint egy ilyen háromszög, így rámutat az algóra. Oda mentik át az emberiséget, és körülbelül 2000 év múlva visszahozzák. Egy olyan jó 2000 év múlva. Nem fog róla tudni semmit. Tehát neki nem az van, hogy ott él 2000 évig, hanem nem is tud róla, hogy mi történt. Tehát annyi, mint aludt volna egyet. Na most ezek, persze ezek természetesen azok, akik nem ilyen apagyilkos meg anyagyilkos, azok nem, azok ébre maradnak. Tudnék a legvégén ezek az égi harsonák, amiről szó van ilyen különféle körökben, hogy majd megszólalnak az égi harsonák, ezek tényleg megszólalnak, és akkor mi lesz? Az lesz, hogy mindenki elalszik, aki alkalmas. Tehát aki nem alkalmas, az nem alszik el. Mert mit tudom én, többször egy gyilkos, mit tudom, az nem alszik el. Ha azt látod, hogy mindenki összecsuklik melletted és elalszik, vagyis hogy tehát meghal tulajdonképpen, azt látod magad, hogy körülötted így hullanak elfelé, mint az áporeső, és te nem, akkor jön a balhé, gyerekek. Akkor jön a balhé, akkor tényleg jön a balhé, mert akkor jön a tűzözön. Akkor jön a végítélet. Na, az kemény lesz. Na, azoknak aztán pláne kemény lesz, mert látják. A többiek azok elaludtak, mint a tégla, semmi, és amikor legközelebb fölébrednek, mert föl fognak ébredni, amikor ezek legközelebb fölébrednek, akkor egy másik földön találják magukat. Ugyanezen a földön, de már annyira át van rendezve, hogy már új térképeket kell csinálni, meg mindenben már teljesen át van rendezve az egész, mintha egy másik bolygó lenne. Nem egy másik az, csak majd a következő korszakra van berendezve. Ki van takarítva a ganéktól, a rengeteg szartól, amit szétdobáltunk. Tudod,
mérgektől, az atomhulladékoktól, amire mindenki van takarítva, és akkor egy élhető bolygót kapnak azok egy jó hosszú élettel és egy jó ronda testtel. Láttam ilyen szürke, ilyen. De az Isten egy olyat talált ki, gyerekek, hogy pofám leszakadt. Mondtam, hogy főnök, váj, de nagy ötlet. Mert hogy az volt, hogy kitalálta, hogy a bűnök, már csak 10 bűn lesz, nem 12, és akkor a 10 bűnből mindegyik más színű lesz. Tehát ha lopsz, akkor elzöldülsz, ha hazudsz, akkor elpirosodsz, és nem úgy is maradsz. Nagyon piros leszel, meg nagyon zöld, mint a kamilla, olyan színvi lesz mindenki, színváltós. És akkor hát ugye a társaság rögtön látja, hogy lopott. Mert zöld, mint az állat. Zöld, mint a leveli béka. És mindenki látja a rollopot. Na, ne félj, nem kell senkinek mondani kétszer. Meglát néhány ilyet, és még ne látna meg, na, akkor aztán mind visszafogja magát mindenki, hogy ajaj, nem akarok én ilyen leveli béka lenni. Mert csak elcsebb valamit, már meg is zöldül. És nagyon nehéz lesz majd visszaszürkülni, mert szürke lesz a test. A végén már fehér. De hát igazából a fehér meg a fekete az ugyanaz a szín, csak többen a világosság jel. A TV technikában egyébként a fehér meg a fekete az ugyanaz a szín, csak a világosság jelben különböznek, tehát a fehérben sok a világosság jel. De a számítógépnél is az van, ha azt írod mondjuk egy weblap színnek, hogy FFF, az azt jelenti, hogy fehér. És hogyha azt írod neki, hogy mondjuk, hogy 999, az egy eléggé sötét szürke. Azt írod neki, hogy 000, akkor az fekete. De ha valahol azt írott, hogy 007, akkor már, mert RGB, az azt jelenti, hogy ez egy eléggé sötét kék lesz. Tehát a hetes a végére az már a kéknek a színe. És abban is azt is tudod 0 és 15 között változtatni, és ugyanígy 0 és F között, ugye, változtatod. Mert ez a hexadecimális számrendszer. A hexadecimális az más néven 16-os számrendszer. Mi a legnagyobb szám benne? Na? 15. Tehát nem véletlenül mondtam el az előbb azt, amit elmondtam, mert én azért ismételgetem ezt el, mert nagy szükség van rá, mert az emberek jelentős részének álmod is van, hogy az micsoda. Figyelem én, hogy milyen, hogy néztek kifelé a fejetekből néha, szóval ébresztő. Tehát itt a következő csillagképek vannak. A Berenike haja, Kuma Berenike, ez egy ilyen kis, sok kis apró fényes csillagocskából áll, igazából csak egy ilyen derékszögű vonal van húzva, mert ez egy jellegtelen csillagkép, mert csak ilyen szép kis csillogó villogott az égen, olyan szép kis apró kis csillogó, olyan, mint a fiastyú, kicsit ahhoz hasonló. Akkor ott jobbra tőle egy nagyon jellegzetes csillagkép van, ez a Leo, vagy más néven magyar oroszlán csillagkép, és az oroszlán csillagkép, mert ez a véletlen, ez már hasonlít is az oroszlánra ez a rajzolat, mert a többiek, amiket rajzolatnak, az valami katasztrófa, egyáltalán nem hasonlít az oroszlánra. Ez egy kicsit hasonlít az oroszlánra, dicsérendő az Alitának a munkája. És itt vannak benne a lábán egy érdekes, az alfája, az ott a lábánál van az a legfényesebb csillaga, a bétája meg a farka hegye. Na most ezek már ott fölötte van a kis oroszlán, de ezek kis ilyen jellegtelen kis halvány kis csillagok. Tehát ott már igazából nem lehetett oroszlánt rajzolni, mert ilyen kis jellegtelen pár három csillag. Hát mit lehet ott oroszlánt rajzolni? Na most ez a Leo csillagkép, nézd meg, hogy így ábrázolják ezek a hivatalosék. Hát ez aztán kicsit se hasonlít az oroszlánra, pedig lehetett volna jól is összekötni. Innen látszik, hogy a reál süsű, annak nincs művészeti érzéke. A humán süsűnek van, de az meg nem ért a csillagászathoz. Innen lehet látni. Az nem foglalkozik csillagászattal, vagyis ő nem kötözget össze csillagokat a csillagtérképen, eszében nincs ilyen. Mert az ő humán süsű. A reál süsű meg nem tud rajzolni. Az ilyen kocka, kocka fej, és akkor kocka ilyen, rajzol egy pár vonat, jól van, kész. Tehát nem jól van. Hát ilyen vacak összekötések vannak. Ez a Leo csillagkép azért, amit itt összekötöttünk, ez azért egy picikével jobb. Javaslom a csillagász kollégáknak, használhatják ingyen. Na tehát ez a, lent van még egy érdekes,
ott fekszik a sarokban, majd még bejön az középre is, ez a Virgo csillagkép. Azt láttuk az előbb a gravitációs távcsőnek a képén, ott lent a jobb alsó sarokban, az a sok kis fehér. Az a Virgo csillagképben lévő igen sok galaxis, itt csak egy van, az a M49, ez a, az M, ez a Mercier katalógus, tehát 110-ig van számolva. Ez a Mercier katalógus, ez már ilyen több száz éves történet. És aztán utána keletkezett egy olyan katalógus, amit 9000-ig csinálták, hogy az már aztán biztos elég lesz a galaxisoknak, nem lett elég az se, mert milliárdos nagyságrendű galaxisok derültek ki azóta, tehát már távolra sem elegendőek ezek a dolgok. Itt az M64-es, amelyik ott a... nem is ott van, hol van az M64-es? Ez ott fönt van a Berenike hajában, ez az M64-es. Ez egy ilyen érdekes galaxis, ha megnézed, ugye, mert ilyen, mint a fekete csillagokból állna, nézd meg, milyen furcsa egy galaxis. És talán ennek a csillagai is villognak a Berenike hajában, ami a csillagképben magában, mert csak a fényesebb csillagok ott pislákolnak benne. Na most tovább is mehetünk, és ez egy gyönyörű szép egyébként, csak mintha ördöggalaxisa lenne, vagy mi a fene lenne, ez olyan fekete az egész, látod? Tehát, hogy nem világítanak, vagy negatív fényen világítanának, nem tudom. Tehát ott, majd ez még kiderül, hogy találtunk-e ilyet, majd az még ki fog derülni, még nem tudjuk, de lehetséges. És akkor utána ott van a Corona Borealis, az a koronacsillagkép, az a kis ív, annak is az alfája látszik, a többi az már nem látszik, ott az alján van az alfája. A kígyó csillagkép és a kígyó tartó az ott arrább van még tőle, az most itt nem látszik ezen a képen, de itt a középen van az ökörhajcsár, és az ökörhajcsár, az Arcturus az egy nagy csillag, az alfája az relatív közel van, és egy nagyon nagy csillag, hatalmas nagy csillag az Arcturus. Majd még arról is nézegetünk dolgokat, hogy mi mekkora. Hú, akkorák vannak, hogy a nap az ilyen, olyan, mint a strandlabdához a Maxim. Tehát olyan hatalmas csillagok is vannak, hogy a mi hatalmas nagy napunk, ugye mi már másfél millió kilométer átmérő majdnem, 1,4, most mindegy, a millió kilométer, a Föld meg 12.700 kilométer átmérő, 12.730, vagy te mennyi, annyi az átmérője. Most ehhez képest a napunk az majdnem másfél millió, az meg egy pixel lenne a képen, aztán közben ekkorának látszana a csillagkám. Őrületes nagy eltérések vannak még, tehát hatalmas nagy csillagok is vannak, tehát ugye a naprendszerrel mérhető már össze a méret a magának a csillagnak. Tehát elképesztő nagyok vannak, és az Arcturus is ilyen. És az északi korona, itt látszik még a Berenike haj, amiben láttuk az M64-et az előbb láttuk, ott belóg az Ursa Majornak a rúdja, a vadászkutyák az csak egy ilyen nudli, de ott az M63 meg az M34 az látszik rajta, itt alul lóg be egy csillagkép, és egy ilyen gömbhalmaszt is látunk, hogyha majd látjuk, ott a kép alján nem látszik, de azt jó lenne látni. Merci Mester megmutatja ezeket a gyönyörű galaxisokat, az M3-as, ugye, ezen a térképen van, azért van a térkép alatt, mert azt ennek az égnek ezen a táján lehet megtalálni, ahol a térkép mutatja. Az M3-as az egy tipikus gömbhalmaz, ilyenekből rengeteg sok van, mindegyformán néznek ki ezeket, nagyon nehéz megkülönböztetni, ugye. Vannak nagyobbak, kisebbek, de igazából ilyen gömbhalmaz. Azok már ilyen spirálgalaxisok, mindegyik, mind a három, mondjuk ez az M101-es egy gyönyörű nagy spirálgalaxis, ilyen kifejlett komoly, férfikorban lévő komoly csillagváros. Hát ezek forognak a tengelyük mentén, ez a sok csillag egy ilyen örvényszerűen forog körbe-körbe, fantasztikus dolog. És hát ezek mind a három az, és ott az M3-as gömbhalmaz, hát ilyen is még van 100 millió, csak szanaszét az égen mindenfelé. Vita volt róla, hogy a gömbhalmazból lesz a spirálgalaxis, vagy a spirálgalaxisban a gömbhalmaz. Hát ilyen számítógép modellek vannak. Volt, amikor egymásnak keresztették a spirálgalaxisokat és gömbhalmaz lett belőle. Szóval, hogy mondjam, még ezzel is még azért tanulunk, még a csillagászat is még fejlődik, hála Istennek. De
Tehát még van esélye a csillagászoknak, még nem az van, hogy befejezett tudomány, már nem is érdemes vele foglalkozni. Nagyon is érdemes. Na itt vannak a csillagok méretei, azok ott fönn nem a csillagok, a Merkur, a Mars, a Vénusz és a Föld. A Vénusz és a Föld az majdnem teljesen egyforma nagy. A Mars az fel akkora, mint a Föld, a Merkur az meg ugye a Holdunktól egy kicsit nagyobb. Na aztán ott vannak a nagyobb bolygók mellette. Ott van a Föld, az a kis, ez a kis formapukkantós, ez a Föld. Ez a Neptunusz meg az Uranus, azok is nagyjából a Neptunusz meg az, két nagy gázbolygó. De hát ahhoz képest, hogy a Szaturnusz az még annál is sokkal nagyobb, aminek a gyűrűje is van, ugye az a Szaturnusz. És a Jupiter, és itt az a híres vörös folt rajta, ami mindig ott van valamiért, egy ilyen forgó örvény valami ott állandóan dolgozik benne. Na aztán itt ugrik a majom a vízbe, itt van a Jupiter, ami óriás bolygónk. Aztán itt van egy ilyen kis törpe, vörös törpe, itt van a mi napunk méretre. Tehát van a napunktól sokkal kisebb is, létezik sokkal kisebb csillag is, és utána már a Sirius, ami a híres Sirius, az már a napunkhoz képest jóval nagyobb és melegebb is, tehát itt 6000 meg 9000 fok körüli van a felszíni hőmérséklet, tehát jóval melegebb is, meg kékesebb is, másmilyen a színe is. Na most megyünk tovább egy kicsit, akkor már Sirius is egy ilyen kis porbapukkantos lesz, mert utána a Pollux, a Castor és Polluxból a Pollux, az két csillag, két fényes csillag, azok így szoktak látszani az égen ezen az oldalon, két fényes csillag így állnak az égen, így mennek így végig. Hát itt kelet felül látszanak leginkább, aztán Arcturus, mert este, mondom, tehát hétköznap. Nyáron, mert ugye tényleg keveset nézzük a csillagokat, inkább nyáron nézzük. És akkor itt van az Arcturus, ez már jóval nagyobb, tehát a Siriushoz képest lehet látni, ez már azért jóval nagyobb, mint a Sirius. Aztán az Aldebarán. Az Aldebarán egy érdekes csillag, mert minthogyha ilyen pletyka van, hogy a németek, amikor a Haunebut megépítették, akkor valamelyik Haunebu elment az Aldebaránhoz. Na most ilyen 100 fényéveket elrepülgetni, nulla esélyed van, hogy élve oda jutsz. Csontváz oda jut, de te már nem fogsz oda jutni, ugye? Mert hogyha csak fénysebességgel mennél, akkor is 100 évig mennél, de nem is tudsz fénysebességgel menni ráadásul. Vagyis, hogy nulla esélyed van, és ha nagyon sokáig él 100 évig, vagy 120 évig, még akkor sincsen esélyed, hogy elmondjad, hogy mit láttál ott. Tehát ha életben maradnál, akkor sem, mert már vissza is kéne jönni, az meg már 200 évnél is több, annyit meg már nem igen fogsz teljelni. Na most utána még az Aldebarán, az itt van ez a kis légypiszok itt a sarokban, és akkor itt a Rigel, ez az Orion csillagképből a nagyon fényes csillag, utána a Betelgeuse, szintén onnan, aztán az Antares, aztán az Antares is még kicsike, mert van még nagyobb is, mert a hattyú csillagképben például ez a Kaiser Cygni, az a hattyú csillagképben van. Innen csak kis halványos csillagocskának látszik, de lemérték, hogy mekkora, meg kiszámították, és olyan hatalmas nagy, hogy csuda. És akkor ott van a Cepheus csillagképben, ott van még az a még nagyobb is. Tehát ez mellett már a nap nem is látszana a képen. Tehát egy ilyen fehér kis, a legkisebb pont, képpont sem elég már neki, mert már annál is kisebb kellene. Tehát ez a mi rettentő nagy napunk. Ugye? És itt jól lehet látni, hogy a napunkhoz képest még sokkal, de sokkal nagyobb csillagok is vannak az univerzumban. Tehát ez egy hatalmas nagy univerzum. Ez olyan elképesztően hatalmas nagy, amiről nekünk álmunk nincs, bentről nézve. De csak bentről nézve, mert ha kintről nézed, akkor egy pont. Ettől kezdve áll meg az embernek az esze, ugye, mert egy fekete lyuk is, elmondják, hogy 50 km, vagy 100 km átmérője, vagy 500 km átmérője van, nem tudom én tényleg, tehát szingularitás. Mert nem bírja a matéria, és nem tudja másképp elképzelni, hogy olyan sok anyag odaférjen, kiszámolta, hogy ott mennyi anyag van, mert ilyen nagy a tömege, akkor ott ennyi anyag van, és hogyha atomok sűrűségű, akkor is ekkorának kell neki lenni, tehát ezeket ő kiszámolja. De nem. Hiába van bármennyi anyag, az univerzum anyaga, amit nem találnak, annak az igen nagy része az univerzum falában van.
amit halálra keresnek, hogy hol van. Az univerzum falában, olyan, mint egy labda az univerzum. Ezt már több csillagász mondta, aztán nem egy ilyen buta kis faludi, hanem csillagászok is mondogatták ezt már. Már én is végeztem csillagászatot különben, csak, hogy mondjam, én szeretem is a csillagászatot. Aranyos volt a csillagvizsgálónak az igazgatójával, festettük a kupolát annak idején a Kulin Györgyel. Tehát én jobban voltam az öreg Kulin Györgyi bácsival, ott én festettem a kupolát, amikor ő nem mert fölmászni oda a Vádogra. És én voltam ilyen gimnazista, azt ott segítettem neki befesteni, mert be akarta festeni, de nem mert oda fölmászni. És akkor én megmondtam, jó, majd én fölmászok, azt befestem. És akkor megfestettem. Létráról, mit tudom én, neki támasztott lét, de ilyen lélekvesztő volt az egész ott, de megcsináltam, aztán jó. És nagyon jó volt egyébként, mert nagyon csillagászkodtam, jó távcső volt, távcső veszettem, amelyet akartam, tehát ez hatalmas nagy dolog volt, sőt, bemutatom, beteg volt a csillagász, akkor én mutattam be. Tehát én volt előadás, megtartottam, meg bemutattam utána a csillagokat, a Jupitert, a Szaturnuszt. És akkor ezt jöttek és megnézték az érdeklődők. Abban az időben nagyon népszerű volt egy ideig a csillagászatok, nagyon sokan voltak. A TIT akkor még igazából működött. Hát most már ilyen futottak még kategória, és amikor valaki föllendíthetné, akkor az kigyűlölik. Tehát már egy ilyen megélhetési, ezek már ilyen megélhetési csillagászok, meg megélhetési biológusok, meg a felén, ilyen öreg nyugdíjasok, akik a nyugdíj mellé akarnak valami kis alamizsnát még keresni. Na de hát ez egy dolog. Tehát még a Györi bácsimmal festettük, aztán utána ismertem a következő igazgatóját, és jóban is vagyok vele. Egyszer vettem tőle egy csillagtérképet, és mondtam neki, hogy ezt én ki akarom vetíteni, és akkor el akarta nekem magyarázni, hogy ezt nem lehet ki, ez egy kartonpapír volt. Mondom, nem is így akarok kivetíteni, ne nézz engem ennyire hülyének. Csak a legközelebb megint együtt találkoztunk az előadáson, én neki is volt ott előadása, meg nekem is, és mutattam neki, filmből megcsináltam színesen, és lehetett forgatni az írásvetítőn gyönyörű szépen a csillagtérképet. Persze, de én ezt így gondoltam, hogy ki fogom vetíteni, nem úgy, hogy a kartonpapírt rárakom. Azt sokan gondolták, ilyen humáns is, ők ide rohantak hozzám, hoztak egy ilyen A4-es papírt, és akkor itt volt a kivetítő, és akkor rányomta az ízét, és akkor csodálkozott, csak egy fekete lap volt. És akkor nem értette. Hát miért nem vetít ki? Mondom, mert ez nem film. Tudod, meg filmeket vetítettünk még, ilyen ekkora filmeket, ilyen A4-es filmeket, és akkor nem értette, hogy miért nem vetíti ki. De hát ez írásvetítő, ez meg itt írás. És nem értette, hogy miért nem vetíti ki. Tehát visszatérünk a Herkules, a Lira csillagkép az itt ilyen július-augusztusban a fejünk fölött van, egészen fönt a zeniten, van a Lírának az alfája, igazából az látszik, a többi az csak nagyon sötét helyen vidékről látszik, mert az alfája az nagyon fényes, az a Véga nevezetű csillag, az nagyon fényes, az ég tetején itt látod, ilyen este 9-10 óra felé itt van a fejed fölött, egészen pont függőlegesen a fejed fölött a zeniten. Na, tehát, és aztán a Herkules csillagkép van még, a Herkules is elég jelektelen, de van benne egy pár nagyon szép galaxis a Herkules csillagkép környezetében, mondjuk ez milyen érdekes. Nézd meg, ott a közepében van egy csillag, vagy kettő, és ez valami szupernova robbanásnak lehet a maradványa, tehát valami fölrobbant valami, ilyen, valamilyen furcsa neutron csillag vagy valami, egy szupernova, és akkor ahogy szétrobbant, ez a karika alakú furcsa képződmény keletkezett. Tehát ez nem galaxis, tehát ez egy ilyen felrobbant valami dolog, de őrült érdekesen néz ki, hogy ilyen, mint egy szem olyan. M57 pedig. M57-nek, ugye, mert Mercier ezt még galaxisnak sorolta be, mert a Mercier az egy jó csillagász volt, és az ő lehetőségeihez képest nagyon nagy felfedezéseket tett, mert ő csinálta az első galaxis atlaszt. Úgyhogy, és még csak 110 galaxist fedezett föl összesen, most meg már milliárdnyi galaxisról tudunk. Tehát már azóta sokat változott. És ez az M51, M52, M53, ez az ő besorolása onnan az M betűben.
mert utána meg az NGC-be sorolás van, de az is csak 10 000-ig ment, és akkor utána megint más lett a besorolás. Tehát ennyi, és akkor miután szünetidő van, úgyhogy tartsunk szünetet, és innen fogjuk folytatni. Úgyhogy